meningitis. Az agyhárt egy gyulladás latin neve. Nagyon kevés információval rendelkezünk erről a fertőző betegségről, viszont évről évre egyre nagyobb az érdeklődés az ellene használt védőoltás iránt. Bár az köztudott, hogy az agyhártyagyulladás elleni védőoltás nem az olcsó védőoltások közé tartozik, az orvosok véleménye viszont az, hogy amennyiben lehetőség van rá, mindenféleképpen érdemes beadatni a gyermekeknek. Jelenleg a vakcina ára 27 ezer forint, és ebből 4 kell egy csecsemő teljes védettségéhez. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy felvegyék az emberek ezeket a védőoltásokat, hiszen az agyhártyagyulladás az egy nagyon veszélyes, potenciálisan halálos megbetegedés, aminek egy részét ugye a védőoltással ki lehetne küszöbölni. Az viszont nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy attól, hogy megkapja a védőoltást, még kaphat agyhártyagyulladást, hiszen nem csak ez az egyfajta baktérium, hanem más kórokozók is okozhatnak ilyen agyhártyagyulladást. A beadandó oltások száma 1-től 4-ig terjedhet. Attól függően, hogy milyen életkorba adatjuk be, illetve milyen típusú agyhártyagyulladás elleni vakcinára van szüksége a szervezetnek. Az oltóanyagnak a beadástól számítva 2 hétre van szüksége, hogy a megfelelő védettség kialakuljon, a hosszú távú védettséghez pedig emlékeztető oltásokra van szükség. Minden évben nehézséget jelent az oltóanyagok beszerzése a gyógyszertárak számára, de úgy tűnik, idén megoldódik ez a probléma. Az elmúlt hónapokban folyamatosan problémát jelentett az agyhártyagyulladás elleni védőoltás beszerzése. Szerencsére a nyár végén sikerült egy közeli lejáratos gyártási tétellel ezt a hiányt átmenetileg orvosolni, így az elmúlt 2 hónapban beszerezhetővé vált. Ezek a készítmények most fognak október végén lejárni. Legutóbbi információim szerint a nagykereskedők már sikerült beszerezni egy jó lejáratos tételt, amelyek november elején forgalomba kerülnek. A fertőző agyhártyagyulladásnak leginkább a 25 éven aluliak vannak kitéve. Ezen belül is elsősorban a 0-tól 4 év közötti gyermekek a legveszélyeztetettebbek.